Sziasztok! Most arra már biztosan ismeritek ezt a sorozatot. Ez az a videótípus, amiben elmondom a véleményemet az általam letesztelt, frissen megjelent beauty újdonságokról, úgyhogy vágjunk is bele. Biztosan találkoztatok már a Signal új termékével, ami nem más, mint a White Now Touch fogfehérítőtől, aminek az a különlegessége, hogy ez gyakorlatilag inkább egy smink a fogaknak, nem igazi fogfehérítő, ugyanis tartós hatást nem lehet vele elérni, hanem a fehérség igazából csak a következő fogmosásig tart, tehát mondjuk, amikor gyors változást szeretnél, mondjuk egy állásinterjú vagy egy randi előtt, akkor szerintem akkor lehet hasznos. Úgy működik ez a termék egész pontosan, hogy van egy ilyen kis tollacskád, amit használat előtt néhány mozdulattal felrázol, majd a toll végén klikkelsz 3-4-et, ez kiadakolja a megfelelő mennyiséget a tollad végére, és ezután felviszed a fogadra a terméket. Érdemes figyelni arra előtte, hogy a fogaid szárazak legyenek, mielőtt felvinnéd, a felső fogakra fentről lefelé, az alsó fogakra pedig alulról felfelé viszed fel, figyelve arra, hogy az innyedet ne érintse. Amire még viszont nagyon figyelni kell, a megfelelő mennyiség, ugyanis elég nagyon vékonyan felvinni a fogakra, én az első pár használatnál ezt elrontottam, viszonylag vastagon vittem fel, és emiatt foltos lett a végeredmény, illetve a fogam közé is becsúszott a termék, úgyhogy mindenképpen vékony mennyiséget használjatok belőle, majd ezután vártok körülbelül 1 percet, hogy megszáradjon, tehát addig, nem tudom, kicsit feltartjátok a szátokat, és utána pedig azonnal látható a végeredmény. Mivel nekem többször volt fehérítve már a fogam, én magamon olyan hatalmas nagy árnyalatkülönbséget nem tudtam észrevenni, én inkább azt tapasztaltam, hogy egy ilyen kékes tónust adott a fogaimnak, amitől optikailag fehérebbnek tűntek, de ne ijedjetek meg, úgy kékes, hogy teljesen természetes, csak emiatt fehérebb, világosabb hatása lett a fogaimnak, úgyhogy szerintem ez tényleg azoknak lehet hasznos, akik gyors változást szeretnének elérni. Külföld videósoknál annyi ilyen sminkeltávolító balzsamot láttam már, és annyira szerettem volna kipróbálni, és végre nálunk is kapható a Pupának erre a saját verzióra, és ez valami szuper menő dolog. Még mindig valahogy fizikailag annyira nehéz összeraknom, hogy hogyan is működik, de a lényeg az, hogy este bemész a fürdőszobába, így szépen a sminkes arcodra felviszed ezt a balzsamot, tehát nem mosod meg előtte az arcodat, nem vizezed be meg semmi, és mi nem szépen szárazon felviszed, belemasszírozod a bőrödbe, és utána lemosod vagy vízzel, vagy egyszerűen egy vattakoronggal letörlöd. És tökéletesen leolvasztja rólad az összes minket. Nagyon-nagyon tetszik, azt kell, hogy mondjam. Féltem az állagától, mivel azért balzsam, kicsi zsíros, stb. És mivel zsíros bőröm van, féltem, hogy túlságosan fényleni fog tőle a használata után a bőröm, de abszolút semmiért nem tapasztalok, nem zsírosítja az arcbőrt, hanem kellemes, puha érzetet hagy maga után, és nagyon hatásosan, hatékonyan eltávolítja a sminket, úgyhogy ezt mindenkinek tudom ajánlani. Sokkal jobb érzés, mint ha mondjuk valamilyen kis ilyen dörzsölős, arctisztítóval távolítanád el a sminkedet, ez maga is olyan érzés, mintha egy kis kényeztetést adnál az arcodnak, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt kipróbáltam, mert ez egy szuper termék, ajánlom nektek is. Időről időre az internet népe felkap nagyon furcsa beauty dolgokat, és hát biztosan ti is találkoztatok már ezzel az agyagos, buborékozó arcmaszkkal, amit én nekem is be kellett szereznem, és el kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg ez a legeslegfurcsább dolog, amit valaha próbáltam, pedig aztán tudjátok, hogy én már próbáltam furcsa dolgokat. Gyakorlatilag egy ilyen agyagos, zöld teás arcmaszkról van szó, amit amikor felviszel az arcodra, teljesen ugyanúgy néz ki, mint egy normális arcmaszk, de néhány perc, sőt már másodperc után elkezd felbuborékosodni. Hát én kipróbáltam, hogy mennyi ideig tudom bírni, és mi az a mennyiség, amíg növekedni fog. Én 15 perc után mostam le az arcomról, mert amikor növekednek ezek a kis buborékok a fejedre, annyira iszonyatosan csiklandozó érzetet adnak a bőrödön, hogy én nem bírom az ilyeneket. Olyan érzésem volt a használata közben, mint amikor bárányhimlős voltam, legszívesebben levakartam volna az egész fejemet. Mármint ne úgy értsétek, nem irritálta a bőrömet, hanem egyszerűen csak ahogy azok a kis buborékok ott elkezdtek kinőni, folyamatosan csikizte az arcomat, de tapasztalatnak mindenképpen nagyon érdekes volt. Eredetileg ez arra szolgálna, hogy ekközben a pórusaidat nagyon jól kitisztítja és szuper mélytisztító hatása van. Hát őszintén szólva szerintem inkább nagy a felhajtás körülöttem, mint amennyire hatékony. Hát 15 perc után, amikor már nem bírtam tovább, mert már úgy néztem ki, mint valami elefánt, vagy nem is tudom micsoda, utána lemostam, simán vízzel le kell mosni, és nagyon érdekes volt, mert közben is picit ilyen szemcsés hatást keltett, meg picit csipdosta a bőrömet itt-ott, és azonnal azt éreztem, hogy nagyon jól felfrissült tőle a bőröm, de kétlem, hogy az összességében túlzottan nagy mélytisztító hatást el tudna érni. Minden esetre borzasztó vicces volt ezt kipróbálni, több emberrel is kipróbáltattam, mert tényleg annyira vicces, úgyhogy
inkább csapatépítőnek egy jó kis termék, de összességében nem hiszem, hogy sokszor fogom használni. Egyébként baromira élvezem ezeket a furcsaságokat próbálgatni, úgyhogy ha van olyan termék, amit szívesen látnátok ebben a videóban is ilyen furcsaság, akkor írjátok meg, és akkor majd megpróbálom beszerezni és beszámolok a tapasztalataimról. Sminkek terén már rengeteget emlegettem nektek mostanában a Lovely K lipseket, ami gyakorlatilag a Kylie Jenner lipkiteknek a drogériás, nagyon elérhető árkategóriájú verziója, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezek iszonyatosan királyak. 1200 vagy 1300 forintért tudjátok megvásárolni őket, és úgy, hogy egy szedben kaptok egy szájkontúr ceruzát, meg egy ilyen folyékony gyúst is, amik baromi jók. Nekem három árnyalatban van meg, a Lovely Lips, a Pink Poison és a Milky Brown árnyalat, és mindhárom egyaránt nagyon szuper. A Lovely Lips és a Pink Poison folyamatosan váltogatva rajta van a számon, most éppen a Pink Poison-t viselem. A Milky Brown-tól először kicsit féltem, mert nem túlzottan szeretem ezeket a nagyon barna színeket, de összességében abszolút pozitív csalódás volt, úgyhogy most már ezt is egyre többször viselem. Egyrészt szerintem baromi jó, hogy kapsz egy színben hozzá tökéletesen passzoló szájkontúr ceruzát, ami nagyon jó, puha, így könnyen használható, és ezután pedig jön a folyékony rúzsod, ami brutál pigmentált, kb. Egy mozdulattal ki tudod tölteni tökéletesen vele a szádat, és iszonyatosan tartós, nyugodtan lehet vele enni-inni. Persze nyilván kicsit utána majd elkezd megkopni, de szép egyenletesen, de szerintem a tartóságára abszolút nem lehet panasz, úgyhogy ha drogériában szeretnétek szuper ajakterméket venni, akkor ezeket a Lovely K lipseket mindenképpen vegyétek meg, mert nem fogtok csalódni benne. Számomra újdonság volt a Park Avenue-nak ez az alapozója, összességében bármilyen Park Avenue termék újdonság volt számomra, és meg kell mondjam, hogy ez is egy igazi pozitív csalódás volt. Én az utóbbi időben, már igazából talán másfél éve folyamatosan ezeket a nagyon folyékony alapozókat használom. Tudjátok, ezeket a csöpögően folyékony állagúakat, de az az igazság, hogy nekem ezek működnek a legjobban, mert szerintem az ilyen típusúakkal lehet a legtermészetesebb végeredményt elérni, úgyhogy először kicsit szkeptikus voltam, mert ennek picit ilyen sűrűbb, krémesebb az állaga, és mostanában ezeket inkább kerültem, mert mindig azt éreztem, hogy amikor felvittem ecsettel az arcommal, akkor mindig rajta maradtak ezek a kis csíkok, tudjátok, ahogy az ecset sörtéjét húzod, és mindig csak egy ilyen szenvedés volt, túlságosan természetellenes volt a végeredmény, de ezzel szerencsére abszolút nem ezt tapasztaltam. Azt hozzá kell tenni, hogy mindig nedves beauty blenderrel viszem fel az arcomra, de emiatt sokkal természetesebb végeredményt lehet vele elérni. Egyébként most ez van az arcomon, nem tudom, mennyire lehet ebből most így elmondani bármit is. A lényeg az, hogy nagyon tetszik. Amit különösen szeretek benne, hogy nagyon jól építhető is. Tehát felviszek egy réteget, és ha úgy érzem, hogy kicsit kevés lenne a fedése, akkor még felviszek még egy réteget. És nagyon sok alapozó van, ami nem bírja ezt a rétegezést, de ezzel ez abszolút nagyon jól működik, és akkor is, mikor már ilyen brutál erős a fedése, szép természetes lesz a végeredmény. Tényleg nedves beauty blenderrel meg azért szeretem különösen, mert ad az arcnak egy ilyen kis természetes, egészséges fényt. Alapból egy matt alapozóról van szó, de szerintem ez a kis plusz kell neki, mert ettől tűnik tényleg olyan egészségesnek az arcbőr, és nincs az az érzésed, hogy le vagy vakolva. Úgyhogy a fetésével, meg a tartóságával is meg vagyok elégedve, úgyhogy érdemes adni neki egy próbát. Én most a 03 Natural árnyalatot használom. Amikor hajápolásról van szó, akkor a samponokról nem igazán szoktam beszélni. Az az igazság, hogy nekem samponok terén két fő szempontom van, az egyik az, hogy legyen jó az illata, és a másik az, hogy használat közben legyen eléggé habos. És utána úgyis majd a hajápoló termék, vagy a hajbalzsam, hajmaszk, stb. Fogja megcsinálni nekem az igazi különbséget. És végre volt egy olyan sampon, ami igazi plusz tudott adni a hajamnak, és az nem más, mint a L'Oréal Botanicals száraz hajra való samponja. Ez valami brutál király. Egyrészt nagyon szeretem a kiszerelést, szerintem tök jól néz ki, és az meg, hogy pumpás, iszonyatosan praktikus. Szerintem hajmosás közben az ilyen pumpás verziójukat a legkönnyebb a használni, úgyhogy én ezt nagyon szeretem benne. És ami az igazán a legjobb az egészben, hogy már használat közben, amikor samponozom a hajamat, már akkor érzem még vizesen, hogy már sokkal puhább, sokkal könnyebb kezelhetőbb, és már elkezdenek kijönni belőle a gubancok, ami gödörhajúként nekem nagyon fontos szempont, mert iszonyatosan nehéz kifésülni a hajamat, viszont ezzel sokkal kezelhetőbb, és tényleg azonnal ilyen egészségesebb hatása van, úgyhogy imádom ezt a sampont. Ez a Botanicals termékcsalád a L'Oréalon belül egy ilyen természetesebb vonal próbál lenni, ugyanis nem tartalmaz szilikonokat, meg parabéneket sem, illetve ez a kiszerelés is 100%-ban újrahasznosítható, tehát ha elfogy, akkor ti se a sima szemetesbe dobjátok utána. Úgyhogy mindenképpen adjatok neki egy próbát, ha jó sampont kerestek száraz hajra, mert én nagyon meg vagyok vele elégedve.
Nos, ezúttal ezeket a termékeket tesztelgettem le nektek. Kíváncsi vagyok, hogy mi volt mostanában számotokra az újdonság, amit kipróbáltatok, és tetszett vagy nem tetszett. Aztán pedig írjátok meg nekem, hogy esetleg a következő videóban milyen termékekről hallanátok szívesen. Remélem tetszett ez a videó, ha igen, akkor ne felejtsétek el lájkolni, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!